A hármas alternatíva. 1977. június 20. Hétfő este. Az Anglia Televízió e napon sugározta az utolsó részt a Science Report sorozatból. A sorozatból, melynek igen magas kvalitású tudósok és nem kevésbé híres szakriporterek jelentették a hitelességét. A műsor a hármas alternatíva nevet viselte, és egyszerre sugározták Nagy-Britanniában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Kanadában, Izlandon, Norvégiában, Svédországban, Finnországban, Görögországban és még Jugoszláviában is. Az Egyesült Államokban sohasem adták le. Ezen az estén a nézők bepillantást nyerhettek a világ vezető kormányainak sötét üzelmeibe, és az 1962. májusában végrehajtott első sikeres Marsra szállás részleteibe. A Római Klub. A Római Klub 1968. áprilisában a Római Akadémia székházában alakult meg az emberiség jövőjével foglalkozni kívánó tudósokból, szakmai képviselőkből, politikusokból. Kezdettől fogva a világ tudós gyülekezete elnevezéssel azonosították önmagukat. Célul tűzték ki, hogy időről időre felhívják a nemzetközi szervezetek és a nemzetközi kormányok felelős képviselőinek figyelmét az emberiség veszélyeztetett helyzetére egy-egy konkrét jelenkori világprobléma felvázolásával és tanulmányozásával. Az első tudományos világmodell, Joy Forrester, a világ dinamikája címen 1971-ben megjelent munkája. Ez volt az első zárt dinamikus rendszermodell. Erre épült a Római Klub első jelentése, az úgynevezett Meadows jelentés, amely a növekedés határai címen jelent meg. Felhívta a figyelmet a globális veszélyre. Homogén világrendszert feltételezve, a növekedés teljes visszafogását javasolták. Zéró növekedést. A Római Klub második jelentése, Meszerovics Pestel munkája, Fordulóponton az emberiség címmel jelent meg 1974-ben. Jelentős előrelépést jelentett az előzővel szemben, ugyanis elvetette a homogén világ koncepcióját, és így a zéró növekedést is. A megoldást az egyenlőtlenség okozta feszültségi pontok csökkentésében látta. A Római Klub harmadik jelentése Tinbergen a nemzetközi rend átalakítása, 1972-ben a természeti tényezők helyett a társadalmiakat állítja a válság központjában. Megoldási javaslat, világintézmények létrehozása. A Római Klub negyedik jelentése másként közelíti meg a problémát. A tudomány és a technika szerepét állítja fókuszba. Gábor Dénes, a hulladék határon túl, 1976. A környezeti tényező komplex vizsgálata alapján felveti a hulladék hasznosítás új lehetőségét is. Célok az emberiség számára címmel 1977-ben jelent a következő jelentés, amelyet László Ervin és munkatársai tettek közzé. Középpontjába a morális okok kerültek. Határozottan kimondja, hogy a globális problémák társadalmi érdekkonfliktusokat jelentenek. Az 1970-es évek végére lezárult a problémák feltérképezésének korszaka, és megkezdődött a minden érték átértékelése folyamat. Az Anglia Televízió említett műsorára tehát
Az utolsó jelentés publikálását követően került sor. A világ vezetői az 1970-es évek elején tehát azzal szembesültek, meglehetősen kellemetlen tudattal, hogy a Föld kifosztására és tartalékainak felélésére irányuló politikájuk nem tartható tovább. A földi társadalom anyagilag, erkölcsileg lezüllött, a társadalmi és fizikai szeméthegyek eltüntetésére immár nem képes. Az életszínvonal nem tartható fenn. A teljes összeomlás néhány évtizeden belül biztosan be fog következni. A római klub a világ gazdasági, társadalmi és így tovább összeomlására az 1970-es évek elején 50 évet adott. Eszerint a legjobb esetben 20 évünk van, a pesszimisták szerint jó esetben talán 5. Otorság lenne azonban feltételezni, hogy a világ vezető hatalmai az 1970-es évek előtt ne tudtak volna az egész emberiséget létiben fenyegető veszélyekről, hiszen éppen őket terhelte mindezekért a felelősség. A Föld állapotáról. A jelen beszámoló elején említett tudományos műsor két fontos pontra koncentrált. Azaz, a bemutatott ismereteket tények sokasága alapozta meg. Az első. A nagy közönség előtt mélyen eltitkolt, közös, amerikai, orosz, szovjet, esetleg kínai űrprogram. Ennek keretében 1962-ben űrhajósok szálltak le a Marson, és évekkel korábban a Holdon. Egyúttal felfedezték, más intelligens életformák is vannak a naprendszerben. A másik, a Föld haldoklik. Beszennyeztük, és a gyógyításra tett kísérletek nem vezettek eredményre. A hőemelkedést az úgynevezett üvegházhatás okozza, melynek következtében a jégsapkák és a gleccserek olvadnak, ami katasztrofális árvizekhez és viharokhoz fog vezetni az egész Földön. Kidolgoztak hát három alternatívát az emberiség megmentése érdekében. Az első alternatíva lényegét tekintve olyasféle volt, mintha kövekkel betörnék egy igazi üvegház tetejét, hogy a lyukakon kiszökhessen a hő. Az elgondolás szerint megfelelően elhelyezett nukleáris eszközöket kell felrobbantani a magas légkörben, hogy lyukak támadjanak a szén-dioxid burkon. Ezzel, ha úgy tetszik, kémények nyílnának az égen. Ez enyhítette volna ugyan a közvetlen nehézségeket, és az ezt követő programban teljesen újra kellett volna értékelni azt, ahogyan a Földön létezünk. Gondoljunk csak az 1960-as években végrehajtott légköri atomrobbantásokra, valamint jelenleg a HARP által mesterségesen gerjesztett ózonlyukakra. Az embereknek tehát jóval primitívebben kellett volna élniük, nehogy újra termelődjön a növekedés. Például kényszerítő erejű nemzetközi megállapodásokat kellett volna kötniük arról, hogy többé nem használható semmiféle benzinmotoros jármű, leszámítva azokat, amelyek bizonyos sarkalatos célokat szolgálnak. Ezután nagy és összehangolt erőfeszítésekkel vissza kellett volna nyerni a világ tüdejét, megszabadulni minden fölösleges betondaraptól, hatalmas vidékeket növényekkel, fákkal beültetni, hogy legyen, ami megköti a szén-dioxidot. A második alternatíva. Azonnal meg kell kezdeni városok építését a Föld felszíne alatt, az elit számára. Az új világrend,
az amerikai egydollároson meglehetősen hangsúlyozottan hívják felre a figyelmünket, amihez tartás véget. A szerencsés kiválasztottak értéknek tekintik megmenekülésüket, és engedik, hogy milliárdok pusztuljanak el a felszíni szennyeződés következtében. A hidegháborús időszakban neki is láttak az emberiség nagyjából egy tizedét néhány éven át izoláltan eltartani képes bunkerrendszerek megépítéséhez. Azért ennyi ideig tartottak volna csak ki, mert abban bíztak, hogy ennyi idő alatt a fentiek létszáma kellő mértékben lecsökken. Barlanglakókat akartak tehát csinálni az elitből, miközben pontosan tudták, a föld mélye tel is tele van hatalmas városokkal, melyeket ki tudja hány év tízezreddel ezelőtt a mai civilizációnál sokkal fejlettebb őseink vágtak az olykor hihetetlenül kemény talajba. Mégsem sikerült megőrizni és átmenteni magas fejlettségi színvonalukat. A víz betörhetett a barlangjaikba. És végül a hármas alternatíva. Űrhajókat kell építeni és elszállítani az elitet a bolygóról, mindenek előtt a Marsra és a Holdra. Ehhez el kell rabolni közönséges embereket, és rabszolgává kell őket tenni. Ezek a tömegszállítmányok. Agykontroll és más manipulációs technikákat alkalmazva, tudatukat irányítás alá kell vonni. A Földön megmaradtak úgy is belemerülnek a saját erkölcstelenségükbe. De mik is ezek a tömegszállítmányok? Részlet a politikai bizottság elnöke 1958. augusztus 27-én kelt jegyzetéből. Minden átköltöztetendőnek előreláthatólag 5 személy támogatására lesz szüksége. Ezek a személyek, akik a tömegszállítmányok rakományával együtt utaznak majd, úgy lesznek programozva, hogy kérdés nélkül teljesítsék a jogosultak parancsát, és eleve ismerni fognak bizonyos alapvető kötelességeket. Természetesen elsőbséget kap az átköltöztetendők szállásainak kiépítése. Hangsúlyozandó azonban, hogy a takarékosságot szem előtt tartva, a tömegszállítmányok emberi komponenseinek, valamint az áttelepítendő állatoknak az elszállásolása sürgető feladat. Ezeknek az egyszerűbb és leginkább célszerűségi szempontok szerint tervezett szálláshelyeknek a befejezése előbbre való, mint a laboratóriumok, hivatalok és egyéb munkahelyek és szórakozási központok építése. E szabály alól csak a települési bizottság elnökének írásbeli engedélye adhat felmentést. Az emberi tömegszállítmányok munkaképességének várható időtartama 15 év, és a jelentős szállítási költségekre való tekintettel erőfeszítéseket kell tenni a hasznosíthatósági idő meghosszabbítására. Ennek az időtartamnak a végére a tömegszállítmányok komponensei eldobhatónak tekinthetők, mert bár ez valóban sajnálatos, az alacsony kategóriájú utitársaknak nem lesz helyük az új területen. Csak emésztenék az átköltöztetendők folyamatos betelepítéséhez szükséges forrásokat, és ezzel alásnák a művelet sikerét. Folyamatban vannak az előkészítő munkálatok, a tömegszállítmány komponensek szellemi és fizikai átalakítása céljából, hogy alkalmassá váljanak a nekik szánt szerepre, és a kísérleti munka még tovább szélesítendő.
További részleteket, ha szükséges, a 7. ügyosztály fogja rendelkezésre bocsátani. A tömegszállítmány komponensek szállítás előtti összegyűjtését a nemzeti végrehajtó főtisztviselők fogják megszervezni. Ehhez megkapják majd a részletezett kategóriákat és mennyiségeket. Gyűjtés csak a 7. ügyosztály különleges utasításaira végzendő. Eddig a részlet. És a kérdés felmerül, vajon mindez valóság vagy fikció? A hármas alternatíva azonnal nagy visszhangot keltett, mivel a Science Report elismert tudományos ismeretterjesztő műsor volt, amely mindig hihető, jól átdolgozott és informatív anyagokat mutatott be. 1977-ben még nem volt internet és kábeltelevízió, így a Science Reporthoz hasonló műsorok sok emberhez eljutottak és nagy befolyással bírtak. Az Anglia televízió ezért az aggódó telefonálóknak azt kezdte mondani, hogy a műsor csak kitaláció volt. A filmben szereplő kutatók és riportalanyok pedig mind színészek voltak. Miután az átverésnek átminősített adás keltette felháborodást lecsengett, a hármas alternatíva készítésében résztvevő egyik személy a következő évben könyvet jelentetett meg, amely azonnal közismert összeesküvés elméletté vált. A hármas alternatíva, magyarul összeesküdt ellenségek, könyv változatába olyan témák kerültek elő, amelyek a filmben a tartalmuk miatt nem kerülhettek bemutatásra. A szerző állítása szerint civileket raboltak el és rabolnak el, hogy a marsi vagy a holdi kolóniákra szállítsák őket. A szerző, Leslie Watkins, Ausztráliába emigrált, majd azt nyilatkozta, hogy a könyv csak a tényekre alapozott kitaláció volt, és az eredeti műsor is csak egy show műsor volt. Ellenben. Felmerül a kérdés. Miért készítenének az Anglia televízió és producerei egy olyan adást, amely kockára tenni a műsor jó hírét, és ellenérzéseket szítana a közönség köreiben? Másodszor pedig, miért használna a Science Report színészeket, elismert brit tudósok és egy amerikai asztronauta megszemélyesítésére, akikről amúgy is könnyen kiderülhet, hogy csak kitalált személyek? Harmadszor, mi köze van ennek hozzánk és a Földön kívüliek eltussolt jelenlétéhez 2005-ben? Úgy vélem, hogy a hármas alternatíva egy olyan igazságot kívánt feltárni, ami túl ijesztő volt ahhoz, hogy azt a szokványos politikai csatornákon hozzák nyilvánosságra. Az igazság az a tudományos tény volt, hogy a Föld környezete rohamosan romlik, és az események egy olyan ponthoz értek, ahonnan a pusztító környezetváltozások már csak lépésekre vannak. Ebből a kormányhivatalok pedig azt a következtetést vonták le, hogy a pusztító környezeti változások a Föld felszín teljes egészén veszélyeztetik az emberiség fennmaradását. Ezért tettek hathatós lépéseket a három alternatíva kidolgozásával az esetlegesen bekövetkező eseményekre való felkészülésben, amelyekről a hármas alternatíva című műsor és könyv is beszámol. Az állítólagos bázisok a Holdon és a Marson lehetővé tennék nagyszámú lakosság áttelepítését bármilyen környezeti katasztrófa esetén. Arra a kérdésre, hogy az USA és más államok hogyan hozhattak létre bázisokat a Holdon és a Marson a nyilvánosság tudta nélkül, a válasz a Földön kívüliek által földi nyers
anyagokért cserébe átadott technikai segítségben rejlik. Philip Corso The Day After Roswell című könyvében egy ambiciózus holdbázis terv előkészleteiről számol be, amelyet a roswelli baleset révén megszerzett földön kívüli technológiák tesznek lehetővé. Bár Corso egy jövőbeli tervről beszél, az írás azt a benyomást kelti, hogy a holdbázist valóban létrehozták, csak ezt a könyvében nem hozhatta így nyilvánosságra. És itt van egy nagyon-nagyon fontos kérdés, ez pedig a hamisítások kérdése. Úton útfélbe lebotlunk. Habár a NASA mindent megtesz a hivatalos holdraszállások tényének elismertetésére, azért mégsem megy a dolog zökkenőmentesen. Igen, valóban jártak a holdon, csak nem akkor, nem ott, és nem azok, és még csak nem is azzal a technikával. Az igazi holdi körülményeket pedig el kellett titkolni. Az állítólagosan a holdon járt űrhajósok hetet havat összehordanak, és még olyan egészen egyszerű kérdésre sem tudnak válaszolni, határozottan, hogy vajon a hold felszínéről feltekintve láttak-e az égen csillagokat? Ehelyett például Armstrong ököllel esett az előbbi kérdést feszegető újságírónak. A Mars sincs jobb helyzetben. Folyamatosan meghamisítják a Földre visszaküldött képek színét. A felvételeken azonban olykor elfelejtik kitakarni a felszínt járó űrszondák színkalibrációs táblácskáját. Szándékosan téves információkat adnak a marsi légkör összetételéről, sűrűségéről és a felszíni hőmérsékletéről. Erre mi sem jobb példa, mint a Mars körül keringő európai űrszonda, a Mars Express, ugyanis már a sokadik tavat fényképezi le. Pedig ugye a víznek azon a hőmérsékleten és nyomáson, amit megadnak, minimum csak gleccserek formájában szabadna léteznie. De hát akkor mi az igazi motívum? A földi elit mindent megtesz önmaga megmentésére. A föld sok milliárdnyi lakosának a sorsa egyáltalán nem izgatja. Innen-onnan megszerzett szuper technológia segítségével biztos lakóhelyet épít magának a naprendszer különböző pontjain, és eközben az sem zavarja, hogy szűk kozmikus térségünkben idegen fajok számos képviselője tevékenykedik. Már a hazudozások és a hamisítások színvonala sem a régi. Annyira magabiztosak. A földi lakosság pedig ekkora létszámban csak addig szükséges a számukra, amíg hasznot termel, és a megfelelő mennyiségű és minőségű nyersanyagot kitermeli és leszállítja. Azután eldobhatókká válnak. Feltéve, ha hagyják magukat. Hagyjuk magunkat?